A Nyíregyháza Spartacus szerdán délelőtt telkiből edzőtáborukból vágott neki a Csornai kupának. Lucsánszki Tamás a vasárnapi siófoki vereség után változtatott a kezdőcsapaton. Az első fél órában vezetéshez jutott a Spari, és a második félidőben mindössze negyed órára volt szükség, hogy eldőljön a továbbjutás sorsa. Lassan a csákvári mérkőzés következik, amely nagyon fontos meccs a Spartacus számára. Mivel hazai környezetben játszik a csapat, talán mondhatjuk azt is, hogy a győzelem kötelező is lehetne, de nagyon nehéz ebben a bajnokságban ilyenről beszélni. Ami elsősorban fontos az, hogy azt a békjót, ami rajtunk van, hogy azt levetkőzzük, és elsősorban azt mondom a srácoknak, és azt mondom, hogy jobban kell, hogy játszunk, ezt a domásul kell venni, akár tetszik, akár nem. Tehát jobb. Agresszíven futballt szeretnék látni támadásban és védekezésben is, és tudják is a srácok, legalábbis ezt gondolom. Tehát én azt gondolom, hogy ebben kell előre lépnünk. Ki kell csikarnunk azokból a mérkőzésekből a 3 pontot, amiben ez van benne, ami pedig csak 1 ponttal kecsegtet, abban pedig meg kell tudnunk őrizni ezt a lehetőséget. Megkezdődött a második kör a női labdarúgó MB2-ben, és a Nyíregyháza Spartacus a Monort fogadta. Makai Robin vezetőedző kicsit átszervezte a csapatát. Cégény Zsuzsa volt ezúttal a kapus, Urai Bianka pedig belső védőként szerepelt. Hamarosan itt a következő találkozó, méghozzá egy rangadó a Nyírség ellen. Azt hiszem, hogy ez is sok ember számára a csapatból érzelmileg nagyon meghatározó meccs lesz, de mindenképp azon vagyunk, hogy megnyerjük ezt a mérkőzést. Ez már a 3. mérkőzés a Nyírség ellen. Az első mérkőzés egy picit talán még feszült volt, de mindenki azt várja, hogy nyerjen a Nyíregyháza. 3 meccset játszik a csapat idehaza, és ha nagyon jól szerepelnek a lányok, akkor az élmezőnybe végezhetnek. Mindenki azt várja, ez valahol jó, mert a lányoknak ebből is tanulni kell, tehát hogyha magasabb osztályba törekednek idővel, és a távlati céljainkban ugye azt szerepel, hogy előbb-utóbb osztályváltás megtörténjen, akkor igenis kell, hogy el tudják viselni ezt a fajta úgymond terhet, hogy nyerési kényszer alatt vannak. Ez meg, hogy újra Nyírségeden játszunk, ez az első meccsen igen mindenféleképpen nagyon érdekes, és egy plusz pikantériája volt a mérkőzésnek, de ugye most már harmadjára találkozunk velük, tehát azt a fajta extra töltetet csak a bajnoki pontok fogják jelenteni. Szerintem már nem olyan belső zöngéje lesz, mint annak a mérkőzésnek. Szerintem így is teljesen reális esélyünk van arra, hogy megszerezzük a 3 pontot, de egyáltalán nem lövöcső az ellenfelet, azért ők is tudnak olyan meglepetéseket szerezni, mint például a Monor ellen, ahol le tudtak x-elni, vagy olyan eredményt, ugye az Eget, ők is magad biztosan megverték, hogy nekünk azért nem lehet teljesen elbizakodottan pályára lépni. A Spari a legjobb 32 közé jutott. A következő ellenfél az Eto FC Győr lesz, a mérkőzés november 29-én Győrben rendezik.